szegénységben vigyáztál-e ám? De most mi vigyázunk rá. Úgyhogy szépen, hogyha azt akarnátok, hogy csinosok legyünk, most nagyon-nagyon rá kell kapcsolni. Nagyon, de csinos leszed. Ugye azt mondom, hogy te. Apádat is rá kell állítani. Na, már jó, hogy jöttél már. Megetted a csirkéket? Hát már hamarabb beszélünk, mint a csirkék már. Más világban. Helyt arra van még. Igen, helyt a reggel őre. Milyen rögtön? Pirítós kenyér. Mert... most már innen új életet kezdtünk. Már nem el kell pörköltet, apu. Te neked is diétázni kell, pirítós kenyeret kell, salátát, a csirke melleket fogod enni. És van? Túrapos. És megyünk ki tornázni is. Ne forgassad, mint Attila kardját, egyél. Új élet, új kezdet. Van a kenyér. Nem jöttek is, hogy tojásra akarik állni. Á, az már túlzok. Már megint túlzok. Hallod? Na? Na, vágok én egy kis fát. Hagyjad, vágok! Vágok én! Jó van, ne hagyjad! Vágok én egy kis fát. Vágok, hagyjad! Ó, vágtam volna pedig. Hagyjad! Jó van, akkor biztos vágod? Vágok! Akkor én addig feküdjek le. Ha, pihenjél! Pihenjél! Takarózzak be! Takarózzál minden, vissza mindjárt a meleget. Jó van, akkor. De vágok, vágtam volna. Ó, hagyjad, vágok én! Na, jó van, akkor. Addig én kapáljak? Nem, menjél, pihenjél! Kire figyeltek? Azt akartam neked mondani. Na? Hogy nem tetszik nekem az Stefánnak a művelete. Milyen? Mi van már? Mi egész nap fekszik, apu gyújt be rá. Ki kell vele keményen. Nagyon keményen. Ja. Nagyon keményen. Ki kell tervelni. Tudod, mit csináljunk? Na? Mondjam. Mondjad. Ijesszünk meg. Istenem. Miért büntetel engemet ilyenekkel? Ijesszük meg! Igen. Azt ez egy nagy büntetés. Igen. Megírsz. Megyünk oda. Jaj, te vagy, te. Én mindig csúszok. Na akkor már mehetszünk kétszer a perecen, már megírnak mi. Fézők! No! Hát azt hittes, hogy én fézni nem fogom fézni. Hát. Csinálunk jó csirke mellett. Bajba megsütve. Meg vettem, veszek ilyen salátát. Na, salátával. Rizs. Rizs, mi átfidom az apu? Apu szereti a salátát. De azt most mondom, Stefán, hogy... ez így nem elég. Tornázni kell, és apának is ki kell jönni. Igen, mert vadudán már nem eszünk. Kordban van már benne ő is, én is várnak, hogy nézek ki, hát itt egy disznó. Nem akarok így kinézni. Hát jó, akkor már nem ehetsz. Még akkor elzöntál, már nem. Figyelek én mostan mindenkire. Ja, meg a víz. Tudod. Igen. Buna. Buna? Nem értem, mi van? Mi? Buna. Buni. Vagy mi? Puni. Mi? Mit mondtál szintén? Nem értem. Hát én nem tudom, akkor azt mondod valami. Mondom a víz, az meg mondja, hogy buna. Mi a buna? Itt van az a bicikli, az, hogy dísznek legyen ott az udvarban. Így van, na, ki kell használni. Máma, viszket az autót. Akkor meg! Megyünk ki edzeni, edzés lesz most, nem anyuk? Igen. De mit edzünk? Biciklit, meg izéni. Nincsenek egy unbuksák. Mint te milyenek van? Hát csinálom. Tudsz neki csinálni? Tudsz csinálni buksákot? Csinálni kell egyen. Miért húzod az aurodat? Ízli? Akkor jobb, ha megeszi, mert ez izé... A legfinomabb része. Hát, így kényedem, hogy 5-6 tojást inkább. Hát, várjál, hát a négyet eszel meg? Nem, még hogy valaki kér, azért legyen itten. Azért. Azt hittem, mert több maximum 3-at lehet. Kettőt. Hát én most kettőt megeszek, akkor az miért van ott? Ja, mert a férfiaknak nagyobb adag jár, kalória szempontjából. Ja, hát, akkor ehettel egy kenyéret. Nektek itt van egy. Egy ennyi kis kenyéret többet tehet el. Egy ennyivel. Mindjárt megiszok én itt elcsak. Szó, nem kértek szót? Na. Te lesóztad? Anyu, szólj már napunak, nem szabad inni is bort mellé. Mi a miért van dalban ez? Anyu! Miért elmondja? Anyu! Apunak mondod, hogy bort nem szabad inni. Akkor ennyi. Mondjad, hát mit csináljuk? Hát vágjuk le a karját, a lábát, ilyesmire gondoltam, ilyen keményekre. Hát te kívül ilyesmi? Akkor kössük ki! Hát valami kikötött vizét, utcáron, ki a verdébe. Vagy valami ilyesmi. Na, mondjad, akkor mit csinál? Na, ilyen komolyakat csinálja neked, de mindig ijesszük meg, azt még ilyen sejme sem mondod. Akkor mit csináljunk, mondjad? Na, mondjad, mit csinál? Hagyjál engem békén!
Hagyjál élni! De ki hova? No, hagyjatok engem békén! Na, vágjak fát? Hagyjad, vágom! Biztos? Hagyjad! Szeretlek, tesám! Én is! Megmutassam, hogy vágok én fát? Nem muszáj, hagyjad! Na! Na! Hagyjad akkor! Na, hagyj nézzem, na! Vigyáld a bátyádat! Na, hagyj nézzem! Várni kell egy izét, egy jó hat szárazot, amivel jó lesz, szárazot! De melyik az? Micsodál? Bort nem szabad inni, azt mondtam, hogy bú nem szabad inni. Azt mondta, hogy hát amúgy a lapú nem szabad inni, igaz? Bor az nem egészséges, apok. Ja. Amúgy egészséges, nem? Vérképző, amúgy de. Na úgyhogy ezt megettük, utána kimegyünk egy kicsit biciklizni. Apu, a bor az nem olyan, mint a cégla. Cégla? Reggeli torna szintén, reggeli cégla. Na, ez várom. Ú, felfrissítünk az én. Úgy fogjuk kezdeni napos napot, mint a robotok össze-vissza halakálunk. Miért mondtam én a céglának azt, hogy cégla? Kégla. Mondtam az. Nekem még egy darab kenyér is elég, amúgy olyan kemény vagyok. Azt azért rendben, mert még beszélsz, hogy fél egy fele egyél. Ja, ebéd lesz. 10 óraig. Majd teszek én az ebédjét. Meg van szokva nektek ahhoz képest, most ezt megfogjátok. Ti kebédjátok, én meg megyek másfélre most dírba. Mert ez megvan neki szokva. Mondd, ez az egy dolgom. Jó, van, majd nincs egy dolgodra. Várjál meg, várjál, nehogy elsuklódjál fölötte. Hogy az ügydőkba lehet menni akar csalni, enni valamit ki az Anna Mari, az Emilkéhez. Valahova menne csalni? Nem, nem hogy a reggel sehova. Milyen dolgod van neked, amiről éppen? Sunyizna! Ha megyek, meg úgy konferenciál lett az ügydőkba. Milyen? Ital konferencia? Ital konferenciára megy! Megtartuk egy konzultációra megyek, mindjárt. Átadok kegyet, mindjárt. Nem soká megyek, mam úgyis van egy kis beszélni valahol egyes személyekkel. Ez is tudod, milyen jól van. Ez is édesítőszárra van csinálva. Én már megy a sütőszárra. Édesítőszár. Ja. Mert pont. Elsütöttem, amit csináltam. Hát ezt nem viszi el az. A kis balt. Megmutatom, hogy kell neked fát vágni. Ezt hogy vágnád fel? Figyelj ide. Fordítsd meg. Figyeld a bátyárat. Mindig azt kell megnézni, mert van a nagyobb nyílás. Látod? Aha. Megfogod ide, belenyomod. Egy ilyet, figyelj. Így, látod? Aha. Figyelj. Igen. Úristen. Ez igen bátya. Látod a kemát, hogy vág? Tessék, ez most vág. Adjan most már, jó. Hányunk, kettünk, hogy van? Várj, már most leedzeni ezt a bátya olyan. Reggeli tűrlen, mert reggeli mozgáson nincs jó. Így van. Már leedzeni öt kalóriát. Más minden. Nem az a verekezés miatt, hanem hogy fittebbet tegyünk. Én is nézd meg, ne. Le kell fogyjak, Stefán. Köszönöm, nekem is nagyobb energiát adtunk ti. Adjátok nekem az energiát. Mert látom, hogy ti is nagyobb lesz az akaraterőm nekem is. Igen, mert akkor 20 kiló lennék. Sose vagy annyi. Csupa sontos volnék akkor. Hát mennyi vagy? Két párra mennyi? Atyám, már mérséget töltöm, már majdnem 3 másra vagy. Kihúzom a kártyát, ez így buszoljunk. Jaj, el akar bújni. Mit csinál a posz? Na, menjünk. Megmutattatásom, figyeld. Na, várjad. Jó van! Mit csinálsz ember? Oda várja, szívkozt a kancsi szemedet. Jó van! Szopjam ki a gyomrodat! Na. Na. Így? Igen. Na látod? Ez ősi roma felhozatal. Akik a görcsös fát nem tudták régen, cigány gyerekik voltunk, nem tudtuk a görcsös fát, amelyik nem tudta a görcsös fát felvágni, szígyen volt. Tudni kellett a hasadását, hogy merre van. Na ennek hol a hasadása? Ennek? Görcsös. De az nem olyan nagy mértékben görcsös. Mindjárt mutatok neked egy görcsöst. Na most kíváncsi vagyok, ezt hogy vágnád fel? Na, figyelj. Add ide, na hagyd nézd. Eszti. Na. Hova? Most elvágatod velem az egész fát? Várjál. Most kíváncsi vagyok, így. Na, most hova vágnál most bele? Ha ide. Nem. Meg ide, így. Figyelj, mutatok. Amúgy szél, elsőnek szélit szokták. Körbe. Szélit szokták, de ilyen esetben van egy megoldás. Figyelj ide, megmutatom neked.
Hát ez egy görcsös fa, dugig van görcsökkel. Itt látod ezt itt? Na, arra hasadásba. Ez itt hasadás, ez mutassa a szakadását, hogy hol fog megszakadni a fa. Igen. Látod, ha oda beleütöl, még ha nem is nagyot, hanem csak kicsit, figyelj. Tehát, hogy nagyjából. Ezt az is mellé, dig 6 centivel arrébb, ott van, nesze. Itt van, figyelj, benne vagy, figyelj. Benne vagyok. Ennyi ezek is, figyelj. Nesze. Hagyjál engem békén. Ketté van szakadva. Hagyjál ember, hogy? Látod? Látod a bátyádat? Várjám, látod. Nesze. Görcsös fák. Látod? Felakasztom magát! Nem lehet, hogy mit csinál, nem akasztasz be magát! Mit csináltál? Megzavarodtál? Nem tudom. Hát te az kevés lesz, még egy kell rá, nem? Elég. Úr, de jó zsákot csináltál? Házi zsákot csináltál? Vagy háti zsákot? Ezek. Na! Ez jó? Nem jó, túl könnyű! Nem könnyű az! Figyelj, az élet is könnyű! Mikor láttam Vincsus, már látod... Jó, mozgás a lényeg, nem? Persze! Így jött a Vincsus a TikTokon. Most már válkatod, mert már most már megengedte magát a kemának. Most már válkatod. Így? Ahogy. Most az hogy vágnád fel a masztat? Na, azt kíváncsi. Mindet felvágatod velem? Na, ezt nézzük meg. Ne. Ott van a gölcs. Hova kell vár? Oda. Így, oda. Így van. Na! Segítség! Hogy segít? Segítsetek felülni. Hogy? Nem tudom, hogy kell. Várjál. Az szépen lassan. Minden kezdet nehéz, utána majd könnyű lesz. Várjál már! Csak fel tudtál lőni. Hát ez már az első lépés. Szép. Na, te meg üssél a bokzsákot. Szintén négyet, ami fekvőtámasz. Hát én azt hogy tudom? Szintén te gyere, hogy a kutájába pedig elejtjem, hogy már a kerültem. Szintén te meg puri kutát. Jó, de szállt, jó, de jó esik. Istenem, nem tudjuk, hogy tisztem van ötényre. Mit csinálsz? Nem te vagy a bossa. Na, úristenem! Látod? Szit, ne pákosod a lábudat, meg ilyen dolgokat csinálják. Ez mi volt? Ez mi? Odáig el tud rúgni. Látod, mi az, ami... A Bruce, ne! Ja! Kaptál egy gyakor, Stefán? Jaj, nem akartam, Stefán, bocsi. Láttam a kezem, a hasom, a mindenem fáj, mint csak most kezdtem el. Fejbefutás! Te is hajt a futás addig! Na jó, van, én meg addig hátra vegyek magam. Látod? Szép. Látod? Szépen mindig a görcsöt ki kell izélni. Faszál, hogy körbe-körbe. Ez az. Na, így tovább.
Vágjak még? Hagyjad, vágom! Na, biztos? Ha, hogyne! De vágom még! Nem kell, hagyjad! Na, jó van pihenjék. Akkor. Pihenjék! Na, jó van. Menjél, pihenjél! Na, jó van, megyek! Na, kaptál a hasmenésból? Hát, nem is itt. Hát, ízét elvettem. Mi van? Körítos kenyeret. Mi van? Szinti! Jó, most jön, liuk engezik, hát ne! Most engedem ki magam, Bula! Vigyázzál! Én látszoltam, vigyázzál, bossz! Ha meg ne üsd a boxkesztyűt, mert beletettem a fát, vigyázz, ha vagy től! Fa van benne, az csak szólom, szólok, hogy vigyázzál! Lenyomtott túl róla! Csak volna, hogy vigyázzál! Mert itt van, hát! Aha! Szinti jön! Ezzel kis lassan keresem kezdeni! Utána te jössz a biciklivel! Jó, van utána eljön! Már nagyon rég, hogy nem biciklisztél, te se! Ja, érzem, gyulladnak, bácsi, szóval! Itt gyerekek is fel kívánni! Ilyet, mi? Lábe lehet! John C! Hát, jó, mert nem tudom így eredni, mi kell lenni a fát belőle. Szerintem az már elég jó fát, ez az edzés, jó? Akkor! Nem tudom kivenni a fát. Még egy perces, a vizet kívül. Vigyázzak, vigyázzak, anyu, vigyázz! Vágyál! Nevetni! Mi van? Miért tettem itt bele? Hát te keményebb legyen. De mi a tanszert, hogy vigyázzunk? Jossi, ne akarsz lenni? Meg kell lekeményíti. Jó, most itt van, ha mindjárt a pocsod jön. Menj, ne, hát le akarsz ugrani. Ez már elég. Bartik, jó, ha mi megcsinálunk? Oh! Esküvőt magad, húzz! Erre sem nézettem! Húzzak, húzz! Lenyelgeltétek a biciklit, és azt engemet meg direkt ide ültettek ebben. Szinti, fog, vissza ne is maga Szinti rajta, jó? Hát, akkor meg jó. Ez jó kis edzés, fauk. Csináljátok vissza, Stefan. Mehet. Ja! Ja! Az edzésnek vége. Jéko, menjél nap vissza, mert izéni. Elrontottam már a bicikliket. Elrontottam. Ja, lenyergeltétek, annyira nyergeltetek mindent. Na, na. Mi történt vele? Meg kell húzni. Felhúzunk. Na nekem ebből már egyszer is mindenkor elegebb. Mit csináltál? Na akkor most már nem vagy szűz. Menjél innen el, vagy ne hagyjatok egy már nem szűz. Már kétszeres nem szűz. Jó vagy? Biztos? Persze. Mit csinálnak ezeket? Fáj a hátsom nagyon! Jaj, hátsom, feltájul! Na, itt az idő, miért az is takárkira olottam. Sopan, most te miért hiszed, hogy már lefogytál? Fogyta, menj nekem! Ez is valami, nem? Stefan, ezt a rendszeresen kell csinálni, fiam, ez nem úgy működik. Ha Istenem, kár. Hogy üljek le? Nem kell, még voltam. Jaj, de kifáradtam, Istenem. Jó, te ez még most kezdődik. Várjál, nyomd szóra be mindjárt. Szinti még csinálja, neki muszáj, csak meg az, hogy lesz. Én csak egy gyanyós vagyok. Én még ha nem is leszek úr. Mit csinálsz, hát belejött a masba, hát? Miért jött ez bele? Lehet meg kívánta a vasat? Mit csináltál? De fáj! Hát mi volt ez az ennyi kis kupak? Hát annyira nem fájhat! Amúgy ilyen kis kupakot, azt elhíreztem már, mert jobban lefáj, egy ilyen kupak! Hát add el, ma majd szíje szakadtam! Nyanyi Stéban! Nem lehet így aludni. Éhen aludni. Hova fáradt? Éhen nem lehet elaludni, ez aztán. Lehet az aludni, hidd el nekem, ne gondolj rá. Gondoljál bárányokra. Könnyű neked azt mondani, ne gondolj rá.
másik. Számolod a bárányokat, hogy te lalszol. Számolom, hogy hány zsíros kenyeret veszek meg. Kegyen a pizzát! Kártyával fizetek! Kártyával? Jó! Egyen! Egyen! Ez milyen? Ez csicsis! Mit nézel, hogy jó essen a fejed a csillag? Nekem nem hagytál volna! Kiállja már nekem is egyet! Egyek egy pászeletet! Én meg nem ettem semmit! Felakasztanak! Nagyon jó! Elküzdelek! Vedd már ki, hogy nézel ki! Most a fiatalságomat jön. Bizsú. A tiszta bizsú fel. Honnan vetted? Turkálóba? Hol? Ne se tarts meg! Add ide akkor! Vedd már ki a nyakad búl fel! Na! Kifizetem akkor? Kifizeted? Na, hülyeség, itt van. Itt van, kártyával fizetek. Hova kell érinteni? Igen. Jó. Köszönjük szépen. Na? Most már kösd fel magadat ide. Ama! Oda, az az éjjeljen. Ama, az az éjjel, az az egyéb. Jó. Jó van, egyéb. Érezd jól magadat az intézetbe, mert most az intézetbe vagy. Éjj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 j
Jaj, de megerőltette magát, Istenem! Már kifizettem a többit? Nem baj, köszönöm szépen! Itt a fogpiszkáló hozzá! Adjál neki fogpiszkálót! Na! Na! Ezt is kóstol meg milyen! Na mi? Kemény! Csoki! Ez kemény! Kemény! Ez kemény! Olyan finom volt a kőpizzát ettem. Kőpizzát ettél? Nem, földpizzát te! Hát akkor mit ettél? Kőpizzát. De ilyet nem csinálunk még, hogy ezt egészítsak, hogy éjjel gyomorra feküdjek le. Ezt nem lehet bírni, ezt nem lehet bírni. Egyé, csak hallgassál, neki a pályán! Neki a pályán, mert nagyon megijesztettél. Na, van, akkor aludjál. Aludjál? Ki vehet őszemedből az álmot? Hogy lehet már aludni? Nem tudom, tudom én is, mit csináljak. Beleordítottál a fülembe. Nem tudom, mit csináljak én is. Összönti, mennyi egyéb tápörköd. Csak kérlek, könyörgök. Ne halucináljál már, jó?
Jó. Nem gondoltam, hogy te neked ilyen nagy hallucinációt okoz a fogyókúrára. Na akkor megyek, akkor ízek egy kis kolbászt, akkor úgy valamit. Ne higgyelj, vágjál be, hogy 5 tábla rívott kenyeret. Te csendbe legyél, jó? Hát te biztos is, hogy megyek ki vele, mert nagyon megéheztem álmomba. Ezt ennyivel van. Add fel magadat, Emil, add fel magadat. De nem lehet így aludni, hát így nem lehet. Majd edzek egy nepülyeim a torna, legnyomom, én keményen lehet. Beindítom a tornát, csak úgy nem megy, úgy kaja nélkül, nem valójában. Nem, nem. Megadtad magadat. Nem vágtam meg magamat, megadtam magam, dombon ülő vadász mi felé. Erényben egyébként csak egy szomború, te halljak meg. Állod már, Femi. Nem, ma mindjárt nem alakul, hanem megyek enni. Nem fogja ez a Femi. Mindjárt jobban megy az alvás. Nem mondom. Ja. Nem csak volt az amúgy. Most már elbeszélgetek abban, aki nem övett az helyti. Jobban megy az alvás. Megyek enni a másikban, hogy nézzem a jösszom. Na! Most már megyek aludni. Te fenn vagy? Isten áldása most már. Mindjárt más. Na? Na, te levágtad magad, mint a déli busz. Ennyi kis kolbát tettem meg, hát mi volt az egész? Megnéztem volna én azt. Mit? Kolbát? Ide figyel, azért ettem egy ilyet, mert fogyókúrázok, azt egy ennyit tettem. Meg 2 szállat terveztem, úgyhogy most akkor nem ettem meg 2-tel. Mi van, miért köhögöl annyira? Lehet eljött, vagy te is. Mi? Megfáztam. Jaj. Annyit tettél meg? Figyelj, 2 terveztem, 2 ilyen szálat. Na most én ebből a 2 ilyen szálból egyet ettem meg. Az nem is sok. Na, most akkor nem ettem meg a 2-t, csak adok a Femi. Én nem fárasztom veled magam. Feladtad, megígértem. Kicsoda, én holnap lefírtam, azt a tornát lefírt, megállok, értem. Egyesték nem bírtál ki. Hát finde, ne, egy lába, ne. Jaj! Na, mindegy, most... Menjél már a vécére, ki magadnak. Nagyon fitem. Jó, van, majd így meg, hogy milyen leszek én még amúgy. Csak így már jobban el tudok aludni, érted? Nem lehet. Nem sokat ettem még. Te is ehetnél annyit nyugodtan amúgy. Nem lesz, hogy semmi baj. Hogy tudnám már aludni, televerted magad kolbásszal? Majd kolbászta. Majd éjjel fekszek ki. Hű, de kolbászod van, takarodj ki már! Nincs közebb lakót! De kényesek vagyunk. Szeretettek, hogy ide azonnal!
Nagyon rosszat álmodtam. Mit álmodtál? Tudjuk, hogy rosszat álmodtál. Miket csináltál itt a karát? Mert te csinálod álmodat, de vezetettek. Lemegyek, mert tudod, mit kívántam meg? Azt álmodtam, hogy van olyan, hogy kőpizza. Kőpizza? Kő. Hát, hogy van olyan? Most lemegyek, akkor kifizetem meg, mit fizetem úgy. Kőtörökkor a krátobába. Hagyjál békén, Eszter is mindenkorra megmondta. A post már most felmondta a fogyókúrát. Nem bírták egy napot? Megcsinálom, amit YouTube-on láttam most. Megprankelek valakit vele. Dehogy nem bírok. Nem egy napot kibírok én, hanem egy kis végig kibírom azt, csak azt nem bírom, hogy ne egyek. Hát most a fogyókúra, ennek ez a lényeg. Akkor az ugyanaz, nem? Öltözzél már, nem, azt menjünk lefele. Hogy kóstoljam meg már miért. Hát a nyálom elcsúgok. Ja, akkor nem megyünk, de nem úgy is le akartam menni, mert már régen nem voltam mostanában ott lett. De nem azért akarok lemenni, hogy televerje magam a cicától. Látod, ezért nem tudok lefogyni, mert te mindig ezt csinálod, de én beled. Ide, nem sokat vagyok, hogy 3-4 darabot megeszünk, 3-4 darab ilyet, ott akkor nagy sok látom. Nem kell a bulon nagy ügyet csinálni. Ne. Álljál és ne tegyük az ügyet. Neked hozzuk vele kis álomban? Én nem kérek a ponsabét. Vannak ilyen nagy kamburgerek vannak. Szinti, egyet több egyet tudom át. Egyet egyet, meg így fog. Egyet nem fogunk lepogni. A postul sose. A postul sose. Tudod mit? Akkor meg legyen úgy akkor, ahogy akarjátok, csak én engemet hagyjatok ki a forgalomból. Hogy hagyjatok a forgalomból? Engelem ne foglalkozzatok, majd én tudom én magam. Hát de nem tudok kihagyni, mert mit fog zaválni, meg pizzákat. Ne féljél már, ne foglalkozzál abban, de 2-3 darab ilyet megeszünk, megkóstolom azt a kült. Nem, nem megyek vele szintű takarítsa, mert úgy sem fog nekem ám a bicsit. Stefan, meg bicsi mocka! Jaj, takarítok! Bicsi mocka! Ugye rá is hozva, hozunk neki pizzát, látod? Dobban ülni vadászkutya legyen. Hát ne is hozzon neki a pósat, Laxira lekárfogjunk. Laciba. Laxira. Jó, Laciba. Majd befog, vagy valaki felveszi, és meg fogom felkelni. Nem az én, hogy azt mondjuk, hogy én pizzát fogok enni. Sokat eszik ó. Könnyű akaratú legyen, mint a egy most. Darab ilyen kamburgert megeszik, szerintem azoknak biztos, hogy enni. Nem, de Stefának meg hozok egy kocaburgert, ennek meg kamburgert. Na most ne hozzon ide semmit, hát senki nem fog enni semmiből. Hát vagyok, úra van. Hát mi minek hozol neki, kerültetek bele? Kidobni. Mi vagy ilyen szentelen? Akkor így csal! Na,
Olyat rúgok beléd, hogy magam is megbánom. Megcsináltam neked az ennivalókat mindenek. Helyeket. Miért kiabálsz? Eltüzelnek. Nem, én meg megmájtrémezlek. Mindjárt jönnek, nyitunk ki fele még. Takarítsák ki, mindeneket csinálják. Hello. Ja. Te mit akartok? He. Jöttetek? Tudod, mit akartok? Bejönnek azt itt mindenki a vendégem most. Mindent én fizetek. De jó szívű vagy. Na, hányan vagytok? Ja, senki? Hát nincsenek, milyen vendéget akarsz kifizetni? Na, várjátél apa. Nem is az a bor. Hanem olyat álmodtam én az este. Na. Itt voltam, eljöttem. Olyat álmodott, egész végig így csak a csáncsomban aludt. Csáncsom? Csáncsom. Csáncsom. Azt hittem, hogy olyan maguk csináltatok olyat, hogy kőpizzát kellene enni. No, nem álmodik, hogy nektek olyan. Mit beszél az Istenem, mert be kell csukni az ajtót felé. Te csinálod, ha nem csukod az ajtót. Te nem csukod. Legközelebb, elnyomlak. Miki, van olyan csak, hogy kell egy pizza? Nincs sajnos. Akkor meg miket álmodol te? Tudom neked csinálni. 15 000 forint. Rárakjuk neked a Schauger kavicsot, azt teheted meg. Milyen kell egy pizzát vagy? Freddy Béni vagy a kölykorszakban? Kőpizzát akarsz enni? Keményen rosszat álmodtam. Freddy Béni. Keményen rosszat álmodtam. Nálunk nagyon kemény pizzák vannak. Az a neve, hogy jó pizzák. Nagyon kemények. Az most nem jut eszembe, de jó kamu. Kemény, meg rád, hogy kemény. Há. Nem úgy kemény. Há. Ízze, jó, finom. Te kit érdekel, mit mondod? Most miért jöttél, azt mondjad? Hát jöttem valami rizsukat, hogy mi van így ebben, ha? Ó, hát ne, hogy egyé már valamit, te! Ne, hogy egyé! Én nem kérek neki semmit, pozsok urázó. Viccelt, miért is jó magad az intézetben? Pozsok urázó. Mi? Én pozsok urázó, nem kérek. Mit csinálsz? Hát mi ez? Amúgy olyan, mint hogy így se lennénk, amit csináljam. Senki nem látná, pontosan a tejfölös hagymás bomber. Bumbi, Nem mondom, milyen jó a családtagoknak kinyitottuk, te nagy beteg! Majdnem szerencsém volt az így. Na, majdnem szerencsém volt. Itt láttam egy pénztárcát. Mondom, azért mondtam, hogy mindenki vendégem lenne, de most nem hát jó. Hát nagyon sokan nagyon sokat én. Na, akkor csináltunk még valami kaját, azt még azt elfogadom akkor. Mit ajánlasz tegyem? Majdnem szerencséd volt, mindjárt majdnem szerencséd lesz, úgy nyakon verdett, akkor nem pakolod oda vissza azokat, amiket elraktál. Na. Miért vagy ilyen szemtelen? Jó van, hagyd ide. Rakd meg onnan. Jó van, mit te? Hát azt ez jó szívű adják, amúgy, ne? Jó van, jó szívű adják, mit pedig ízé? Hagyd, csak. Nem cigyened el magad a kevét. Jó, hát zárva vagyunk még! Hogy jöttetek ilyen zárólába? Az álmok csalnak látom, keményen csalnak. Így kellnek a tiszták megfele. Hogy adjam? Nem ad pizzát! Menjünk hazafele akkor, miért jöttünk le? Adok, de nem tudok most, mert most nincs megkelve. Hát zárva vagyunk zárólába. Kölj fel, hát akkor. Nem, de hát kellnek még felfele, be vannak takarva mindenek. A melegségben vannak. Ennek se láttam semmi értelmét. De mondtam neked, hogy csinálj nekem... Nem láttátok a Facebookon, ötő vagyunk nyitva? Mondtam neked, hogy csinálj el egy jó kis rambutot, mint papikát. Jó, ha megyünk, akkor hallod, hogy mi van, nincsenek. Így van. Menjetek el! Majd legközelebb nyitóban gyertek. Igen. Zárban nem jöttök. Az nem. Na.
Hát még ekkor akart a pont. Na látod? Ezt mondtam én, ebbé van nekem elegem egyszer is mindenkor az puktum. Te meg hátra vágol az ajtóba. Ugyanazt akarsz te meg? Te meg! Te meg! Vissza! Azt mondtam neked, hogy tudtam, hogy bejövök, hogy tényleg megint csicsinek néztél. Mert azt nem mondtad, hogy gyered a... Ez a labdaszedő apám, hogy csinálok neked csicsi pizzát, vagy bármi. Egy semmit nem kapok. Ja, hát annyi? Hogy kapjál? Gyere vissza, öt mikor kell még a tiszta? Megvernek? Miért? Nem tudom. Nem bíval a legyen, én nem megyek ide, ha nem hozod az a hozzám, akkor egy ide többet. A lábomot s... De ennyit nem minket. Akkor írd fel nekünk papírra. Házhoz szállítás. Igen, írd fel papírra. Mondja, hogy mit kell hozni. Hozzad azt a megjegy felé, mondja, nem kell papír. Nem kell. Na mondja. Melyiket akarod? Csicsi pizza? Igen. Hányat? Hát hozzám, hogy hatot. Kinek hozom hatot? Hát mi már nem eszünk. Ne foglalkozz, ma reggel nem eszel, reggel is kell. Nem fogok azt tenni. Nem. Jó lesz akkor? Nem. Nem? Igen. Én mondom meg. Én megmondja, hát nem kell. Ez nem olyan. Hát figyelj! Nem kell érte pénz nekem, hát tudod, nem olyan vagyok. Na látod, na ezt mondtam. Akkor hozzám hatod. Na. Meg akkor hozzám abból a másik bul is, vagy kettő? Két hamburgert is meg... Két hamburgert? Meg még láttam sütő a pánkukat. Akkor is hozzám a pánkuk, tényleg még eszembe nem jut, akkor abból is hozzám egy tálja. Viszont neked a frankból. Na. Látom, nem kell. Jó, ne legyél olyan nagyon ideges állapotban. Stefán, tiétek küldjük hányan van. Na, kikor küldjük hányan van? Jaj, de jó szívű, szívú! Én vagyunk még a valami! Hogy szopjon ki a gyomrát, Stefán! Na, ha valami kell még, akkor majd úgy is mondja még neked, nyugodt legyen, hogy ha valami kell. Nem, most kell neki mondani már. Meg Stefán, majd visszaküldöm, azt lehet, hogy még eszünkbe jut valami, azt majd felírja. Mindent mondjuk amúgy! Mondjatok mindent! No, látom! Nem, mindenünk meg se kócsoltunk semmi, de mindent meg kell kócsolni. Ide, ugye? Vagy visszajövök, ott tegyél el mindent, tegyél el neki, mindent meg kócsolom. Na, és ti is sunkiatok, hogy a hát a verszi. Így kócsolunk mindent. Jaj! Ne veszi! Itt ő azt már nem, hogy megszólaljon, hogy azt már nem tőle, hogy kezdhetem egy ajánlatot, hogy anyósom, ez meg ez itt kapható nálunk, ez kautolja meg, vagy valami. Direkt nem mondol nekem ilyet. Hát de az elmondta, hogy fogyó furázik, ha mit ajánlok magának, nem lehet ajánlani semmit ezeket az ételeket, semmit. Csak ne! Is ajánljál! Jaj! Minek tíz van anyámat? He, lenézek! Kung Fu Pandának nézek! Kung Fu Pandának nézek! Jó! Nagyon ideges vagyok! Kung Fu Pandának nézek! Kung Fu Pandának nézek! Szerintem ezt lehet ezeket enni? Meggyakaszlak! Kukurat nézek, te akkor menjünk, akkor ne vajon! Majd annyi éves leszel, akkor szólalj! Akkor hozzá neked csomag! Kemál pizzéria, tessék! Mi van Donán Semmi vagyok. Pizzát szeretnék rendelni. Apukádnak akkor oda kell adni, mert gyerekektől nem veszünk fel rendelést. Fejlegesítenek! Ezeknek ajánlom neked, meg akkor a végigkóstolás, akkor hozd le már, tudod mi? Minden bűn hozzá kell, minden bűn kivétel nélkül. Hozzá nem kell semmi, nem kell semmi, mert régi, oh. Mert azért ki tudom, hogy nem fogy járom. Beleütött a szex. Kung Fu Pandának nézett, megyek hozzám bele. Na most, meg nem pártolsz, na most elmész, nagyon meg fogom várni. Menj az ajtó, menj az ajtó. Nem is mentem akkor. Eszek egy pár. Ha hallani fogod minden nagy csattanásokat. Nem kell neked. Vagy észre, hogy is tesszük. Most már mennyit akar, hogy átfőzni? Attilának szóljál! Jöjjön kifele, mindeneket itt csináljunk megfele! Hát már nem sok... Hozni kell a vizéket, mindeneket, a hozzávalókat! Ah. Oh, még egy rugás! Én leszek a futár! Na! Nem vagy a futár! Kit érdekel? Neki a bájál velem! Megyek már, csak elszíttem ezt a cigit ülve az autóba! Mit csinálsz? Megyek, pakolom hátra a pálinkákat. Azt? A vitalokat, igen, viszem hátra. Hallod, csináld a dolgodat, majd én elpakolom, én fiam, mondja, de miének ma... Na jó, van. Ne fogom, jó, látom, pálinkos. Jó, van. Ugye már? Na menjél te meg, akkor oda hátra, Kevin? Hátra, igen. Igen, ahol vizélt. Jó, menjél a dolgodra. Menjél, mert...
a görbein. Nagyon sok volt a szenvedés, nagyon sok volt a könnyezés, szegénység tombolt is bánatos. A szegény anyám bánatos, mit tegyem ma a családom, fáj a szívem, Isten segíts minket. Anyám, anyám, drága anyám, köszönjük, hogy vigyáztál leám. Vigyázzunk rá!